Szóval, hol hagytuk abba? Igen, ott hagytuk abba, hogy ide eljöttünk. De itt valahol kéne, hogy legyen egy valamilyen kép vagy. Vagy valami. Csak nem tudom, hogy hol lehet, hogy itt lent. Ja, vagy lehet, hogy lent. Csak már ránéztem megint a mapra. Amitől összeomlik a Mac egyébként, tehát konkrétan a Safari összeomlik tőle. És ott arról volt szó, hogy itt van egy katakomb, azt hiszem. Valahol itt. Most persze mindent megtalálok, csak azt nem, amit keresek. Oké. Igen, Lamenters Gaul. Tehát egy gaul. Valahol itt jelöli a térkép. Szóval lehet, hogy ez amúgy alattunk van. Igen, jó. Oké, akkor nem szóltam semmit. Folytatjuk innen. Jó. És egyébként egészségetekre. Hú. Keserű, mint amire számítottam. Oké. Na, nézzünk szét. Reméljük nem friendly NPC volt. Ez az ő lövedéke volt? Gondolom. Biztos, hogy nem erre kell jönni. Ez szinte tuti. Boldrék talizmán 3. Ó. Shit. Mindegy, jó, hogy eljöttünk erre. Akkor ezt legalább fölvettük. Majd ha egyszer gazdag leszek és lesz egy nagy házam, biztos, hogy lesz egy ilyen rejtek ajtó, ami egy szekrény tulajdonképpen. Na hát, próbáljuk meg felfedezni ezt a helyet.
Micsoda? Jó, hogy a terrorizok... Ó, oké. Ja, hát lehet, hogy ebbe a házba is... Mondjuk ez a lakás azért nem akkora. Tehát... De amúgy... Persze semmit nem lehet kizárni. Lehet, hogy az egyik fal az ilyen kamufal, vagy hogy mondjam. Itt egy lift. Sose tudom, hogy ezek a liftek hova visznek. Felfele indul, vagy lefele indul. Ez mindig ilyen meglepetés. Ez most nagyon lejött. Érdekes koncepció, sejtendrink. Várjatok csak. Nem. Valahonnan ismerős volt ez a hely, de... Cső. Csak bejöttünk ide megölni egy botfriendet. Oké. És a Wall of Sparks. De miért kéne lelőni? Hát aláíratsz velük egy titoktartási nyilatkozatot és kész. Azért már nem a középkor. Az igen. Mint a fáraók síre helyei, ahogy... Nagyon-nagyon... Battlefield Priest Cookbook. Nagyon szélsőséges vagy most, Sherry Todry. Ez ilyen agyakkal dobál? Az igen. Genghis Khan sírja? Hát, én nem tudom mi ez a hely, de egy porszívózás ráférne.
Aha. Iris of Grace. Kiss a Grace. Place on the eye of another to grant the light of grace as a fleeing passing. Ötletem sincs, hogy ez mit csinál. És ebből csak egy van, vagy... Gondolom. Hát, na mindegy. Est ad. Hát te meg honnan kerültél ide? Ó, ott egy Grace. Oké. Jó. És akkor mi azt nem tudjuk használni? Tudom. Na mindegy. Ez a baj, hogy ugye az első végigjátszás, hogy nem tudod, hogy mire kellenek majd ezek az itemek, és amúgy még nem tudod kipróbálni. Mindig sok. Fleeing blessing. Tehát olyan, mint hogyha azt mondaná, hogy elteleportál a másik részhez. Nem tudom. Na mindegy. Oké, mennyi kell? 40 000.99%-ban önellátó házad lenne? Az már egy terv. Valamelyiket megesszük. Nem a Blasphemous, nem az... Vagy a Blát... Melyiket lehetne?
Mindegy, amúgy ebből kettő van. Oké, okay, never mind. Értem. Csak a damage. Jó. Na nézzük, mi van itt. Gyanús ez a summoning pool. Nem mondod, hogy a nagy ajtót nem lehet kinyitni. Nem erre kell jönni, ebben biztos vagyok. De nem baj. Mi a... Ó! Salza's Hood, és adott egy varázslatot, Rain of Fire. Mi ez a Hood? Mit tud? Sage of the Fire Knights. Ad intre. Greatly swollen head. Okay. Nagyobb a fejem tőle. Még ennél is. Gondolj bele. Csak kettőt ad intre. Rennalának a sisakja hármat, azt hiszem.
hanyadik terület már? De komolyan. Visszamegyünk, mert nem erre kell jönnünk. De... Azért jöttem végig, mert mondom, akkor vegyük fel a Grace-t, mert miért ne. De itt még szerintem nem voltunk mindenhol. Az igen, mindketten nagyon ügyesek vagyunk. Lehet, hogy akkor mégis voltunk mindenhol. Nem, erre nem voltunk. De voltunk itt is. Ide miért lehet följönni? Ó! Oh. Valahogy oda föl lehet menni. Én szerintem ott nem voltunk. Smithing Stone. Páncélját ide dobhatta volna. Oké. Okay. Oké. Okay. Megvan a lépcső. Fölfele. Itt annyira nincs meleg sedit, Adri. Nem azt mondom, hogy fűteni kell, de... Shit. Nem jó.
lesz jó. Smithing Stone. Ott 32 fok van. És az már nem is olyan meleg, mi? Majdnap 38 voltatok. Hát igen, és az, általában ott az, az szokott a gond lenni, hogy ez nem egy-két napig tart, hanem lehet, hogy két hétig. Na te fasz! Ó, érted, ezt ide jön a kicsi, így... Hát klíma nélkül az biztos, hogy kőkemény. Minek jöttem ide? Minek ment oda? Nincs itt semmi. Ez egy titkos fal. Nem. Akkor ez. Nem. Jó. Balhézni a fiúkkal, így van. Ők itt csak olvasgatták a kőtábláikat, mert ez egy kőtábla könyvtár, csak szólok. Olvasgatták, én meg ide jöttem emberkedni. Áldott csontszilánk. Oh shit. Az milyen kombót lenyomott. Földobott egy tüzet, meg utána bepörgette magát. De durva. Ó, most találják vissza ugyanoda. Hogy mi?
itt lesz mindjárt. Aha. Igen, itt. Hogy hol vagyunk? Fogalmam sincs. És megint, de durva. Ennyit kellett volna az előbb is csinálni. Okay. Ne halljak meg. Ne mondd meg nekem, hogy mit csinálj. Jó. Igyekszem. Egy párat dobhatnának amúgy ebbe a szarból. Az igen.
És nem hagyja abba. Nem hagyja abba. Csak pörög, csak pörög, csak pörög. Beszarás komolyan. Spin to win, így van. Annyira nem fair, hogy nincs sztaminájuk. Nem erre kell jön. Mit bánsz? Sejted rim. Szinte biztos vagyok benne, hogy itt nincs semmi amúgy, úgyhogy... Hol vannak a szólok? Az a torrent? Amint a torrent lenne, nem? Vagy a torrentnek egy tetyája. Oké. Na, itt van egy Marika lábnyom, vagy mi a tök? Mikela? Igen, Marika. Storehouse cross message. Message left by Sir Ansbach. Ez valami utalás egy rejtett átjáróra. Valahol. Oké. Fragment. I abandon here my arm dextra. Mayhaps. Igen. Menjünk tovább.
Ez mi? Ez a Shadow Militia Helm, oké. Köszi segít, Adri. Milyen kávé? Öreg taták itt elcsorogtak. Nescafé. De akkor az egy ilyen instant, ugye? Nem tudom, hogy a Nescafé-nak van-e bármilyen kávéje. Secret Rite Scroll. Secret Rite of the Divine Gateway. It's fun to be at the tower and shrouded by shadow. The Lord will usher in a God's return, and the Lord's soul will require a vessel. Hát próbáljuk meg megjegyezni, hogy van egy ilyen. Ah, az jól hangzik, nekem is szarvasi eszpresszó van itt. Kihoztam otthonról. Nem mintha olyan fantasztikusan jó lenne, csak... árérték arányban. Ugye... ez az, amikor beleviszed a szubjektív dolgot. Meg így nem kellett venni. Smithing Stone.
itt van egy nagy agancs. Sőt, ez egy egész csontváz. Szerintem ez egy természettudományi múzeum, én már rájöttem. Fidgety little letters. I should wipe you clean off the page. Now, Freya. Don't let it rile you up. Take it slow. Take it slow. By my lord, I ever miss the jungle. Hozok sört. Itt is vagyok.
Na, gyerünk. Na most kitakarítjuk a helyet. És végighallgatjuk, hogy mit mond a nő bent. Mit szóltok hozzá? Szerintem igen. Hát a Beavertownnak van ez a Necoil. Vagy milyen nyakolajra gondolsz? Ez az első kérdés, amit föltennék. Nem tudom, hogy ittam-e már itt ilyen Necoilt. Nem először iszok Necoilt, azt tuti, de hogy streambe ittem-e már, azt nem tudom. Hát esetleg a Discordot, ha visszapörgetitek, ott visszanézhető, ha nagyon, mármint a Discord channel képei. Tehát ha először van ez, akkor... Van egy kalandjú. Beaver az nem hód. Hód, igen. Hát van egy másik jelentése is, igen. Hát én a Beavert hódnak fordítanám, de kontextus függő. Van az a kontextus, amiben nem hangzik olyan jól. Simple as that.
Beauvoir Town, igen. By my lord, will I ever make sense of this jumble? Itt egy nő. Vagy ez a izé? Hello? Oh, hello? Nem, ki ez? I'm afraid I'm busy. Busy? A curse upon my lack of foresight. I should have asked Ansbach to impart his knowledge when I had the chance. I'm afraid I'm busy. Truly. I should have asked Ansbach to impart his knowledge when I had the chance. I'm afraid I truly. Ever make sense of this jumble? Spirit calculus. A Szent calculus. Jó, oké, akkor szerintem ez a szint is megvan. Mindjárt megnézzük, hogy ez a gépezet itt mit csinált, amit itt elforgattunk. Ha, mintha így lehetne ott tovább menni. Na, amit akartam, hogy itt meg akarunk most halni. Na, itt van egy item. Jó, nem halunk meg, csak elbénázom. Na, még egyszer. Ott a ló túloldán van valami, amit fel akarok venni. Ott. Milyen jó, hogy felvettük. How I met your mother? A kellett egy kis idő, mire a rövidítésből rájöttem, de ha nem írjátok, hogy sorozat, akkor nem jöttem volna rá. Jumbo.
lehet, hogy le kellett volna ülni a Grace-hez. Sense of this jumble. Adjatok majd percet. Valami van. Semmi. Oké. Nézzük meg, mi van erre. Én azt mondom. Jobb ötletem nincs most. Ez 40 ezer szó volt nálunk. Az kellemetlen. Mindjárt visszaszedjük. Nem kell messzire jönni. Na, melyik volt az a grész? Ez ugye? Akkor ez Freya? Amit meg se ismertem. Ha visszaállítanánk a platformot, és úgy próbálnánk meg tovább menni. Persze. Az igen. Persze, hogyha megtalálom, hogy hol a kallantyú. Mintha itt. Mert lehet, hogy így más szintekre tudunk. Nem engedi megnyomni.
Igen, 180. Hogy nem lehet. Rip. Akkor arra kell tovább menni, nincs mese. Nézette. Jó, hogy ez eddig is itt volt. Merre kell menni? Mindegy, visszatépéztünk. Tudom azt az Indiana Jones jelenetet. Az egyébként annak az a sztoria, hogy a Harrison Ford rohadt beteg volt aznap. Vagy valami megfázás, vagy gyomorrontás, vagy a fene tudja, hogy mi gyötörte. És nagyon gyenge volt, meg ilyen elege volt kb. Mindenből. És ő improvizálta ezt a dolgot, hogy egyébként az a jelenet az egy ökölharc lett volna, tehát hogy bunyóznak rendesen. Csak annyira beteg volt, hogy inkább fogta, azt így lelőtte. Na. Megnézem, hogy hova lehet még menni esetleg. De nem látok mást, úgyhogy arra megyünk. Valamiért nekem ez gyanús, hogy ez a nő itt egyfolytában mondja magáét. Mint hogyha jeleznének, hogy ne menjek tovább, hanem még ott intézkedjek valamit. Tehát ez egy quest lenne, ami nincs befejezve. Bár az nyilván, tehát nem vallan a Souls game-ekre, mert nem szokták fogni a kezünket. Igen, arra voltunk. Igen, ott... Onnan jöttünk. Ott van item. Ott meg ott egy grace. By my lord, will I ever make sense of this jumble? Rejtélyes. Na mindegy, nézzük meg, mi van ott az ajtó mögött.
Winged Serpent Helm és ez a Flame Spear. Ash of War, oké. Enhances Fire Knight Skills. Oké. Ő volt a kaptin. Főnök szag van. Sétad, ez jó. Igen. Egy fragment. ...1343 a damage-ünk. It seemeth. Mother, wouldst thou truly lordship sanction in one so bereft of life? Yet, my purpose standeth unchanged. Those stripped of the grace of gold shall all meet death. In the embrace of Mesmer's flame. Okay. Szerintem bővíthetjük a chatet, a chatbotot. Amúgy így van, Nevermindnek igaza van, Shenitadri, bárki szerkeszteti. Csinálsz egy klónt,
És ott van. Nem tud elrontani, mert... úgyis kipróbálom. Stripped of the grace of gold, shall all be dead in the embrace of Mesmer's flame. Ez menő. Profintolom. Eddig csak meghaltam. Ami persze tudjuk, hogy nem számít, mert hát ebben a játékban az csak egy állapot. Kicsit a felszerelésünkön igazítunk. Jó nagy bökője van amúgy. Jó, amúgy nagyon élvezetes, megmondom őszintén. Még úgy is, hogy kapjuk rendesen. Igen, itt a timingot meg kell tanulni. Most lesz lehetőség. In the embrace of Mesmer's flame. Fogalmam sincs egyébként, hogy nekünk most itt kellene lennünk. Ez a legnagyobb problémám. Guide-ban hosszú a moveset lista? Azt érzem.
of the grace of gold shall all be in the embrace of Mesmer's flame. Margit nem nehéz. Margit akkor nehéz, ha túl hamar mész oda. És igazából akkor se. Mesmer's flame. Figyelj, a legjobb formulási technika az Elden Ringben, a base game-ben legalábbis az, hogyha megölsz mindenkit. Tehát ha most belegondolsz, hogy mi úgy végeztünk 160 valahanyas szinten, hogy annyit csináltunk, hogy megöltük a bosszokat. Semmi más nem csináltunk igazából a varázsló build-el. Nem tudom, hogy álljunk át a Dual Wieldre a másik katonával. Az a baj, az base game fegyver, és... Mert ez a... kicsit lassúnak érzem ezt. Tehát az, hogy a katona, meg az Uchi katana. Nem. Hogy volt? Uchi meg a Nagakiba volt. Próbáljunk már ki. Csak mert ez tud ilyet. Lehet, hogy baromság, de... Eddig jó. Élünk. Nem élünk. In the embrace of Mesmer's flame. Hogy lehet azt akár ötször is megölni? Hát egyszer megölsz valakit, akkor az...
grace of gold shall all meet death in the embrace of Mesmer's flame. Jó, hát mondjuk nem tudom, hogyha úgy esze hozzá csirkelábat, mennyit ad, olyan 90 000 szólt. Tehát hogyha mindent fölbuffolsz, meg minden early game-be biztos jó. Ez nem vérzik amúgy? Lehet. Vérzik, csak még nem adta be. Oké. Okay. Visszarohan... Hát... Azt tudom, hogy sokáig döglődik az a boss, de... Vagy hát az a sárkány. Free parries per stance break? Nem. Igen. Három parry. Nézzük meg. De várjatok már, ugye dual wield-e nem tudok parryzni. Nézzük meg ezt. Of gold shadow death in the embrace of Mesmer's flame. De amúgy ez az, ez egy area boss, mert jó lenne tudni. Valószínű egyébként.
shadow death. Nem optional demigod, demigod boss. Oké. Nem optional, tehát kötelező demigod. Oké. És persze nem minden move-ja perizhető, gondolom. Azt is ki kéne találni, hogy melyik. Of gold shadow death in the embrace of Mesmer's flame. Of gold shadow death in the embrace of Mesmer's flame. Sejtadri, még nem. Most challenge-ezünk egy kicsit. Of gold shadow death in the embrace of Mesmer's flame. De érted, én csinál Perry challenge-et, aki örül, hogy legyőz egy boss-t. Na mindegy. Valami most fut. Of gold shadow death in the embrace of Mesmer's flame.
embrace of gold shadow death. In the embrace of Mesmer's flame. Menni fog az. Bár csak ne halnánk meg ilyen hamar. Lehet, hogy ilyen az a kis pajzs kéne. Segítene az rajtunk amúgy. Buckler pajzs, azaz. In the embrace of Mesmer's flame. Megvan az nekünk amúgy. Meg tudjuk mi azt használni. Ez? Vagy ez, Perry. Melyik ebből a legjobb? Ezek Great Shieldek, ezek biztos nem azok. De jó, hát miért ne lenne jó? Tehát itt van például ez. Ja nem, ez. Itt van ez is. Nem tudom melyik a jó amúgy. Ezt nem tudom használni, mert fétes. Meg ez Shieldbe is amúgy is. Hát mit tudom én. Aha, és akkor ez a Perry. Soha nem csináltam ilyet. Ebből mi lesz? Ez nagyon régen volt, nevermind. De ja, tudom, hogy valami ott volt, de...
the grace of gold shall all meet death in the embrace of Mesmer's flame. Miért kéne segíteni? Ha mennem kéne, akkor nem itt lennék. Of gold shall all meet death in the embrace of Mesmer's flame. In the embrace of Mesmer's flame. Na jó, próbáljunk meg rendesen párszor, aztán... hát segít Adri, a üzeneteket nézegetem, mert érkeznek üzenetek. Nem tartom kizárnak, hogy visszatérünk majd rá. Megpróbáljuk perizgetni. De most... Dialóg, igen, menjen fejből. Stripped of the grace of gold shall all death in the embrace of Mesmer's flame. Igen, igen, az embrész az ölelése. Thank you.
Így ez nekem jobban megy. Most is meghaltunk nyilván, csak ezt valahogy úgy jobban kultiválom. Nem tudom, nekem a Perry valahogy sose ment. Mondjuk soha nem is csináltam nagyon, de na mindig. A Summon-na igen az, tehát hogyha lehívnám még a Tist is, de akár a izét, a Mimic Tear-t, az a sima, csak na, hadd játszak, please. A timingok. In the embrace of Mesmer's flame. Okay. Amúgy nem tudom, hogy ide lehetne NPC-t summonolni. Mert ha igen, akkor valamit nem csináltunk meg, amit meg kéne. Szent és Jolán. Igen, akkor valamit nem csináltunk meg. Az baj. Na mindig próbálkozunk még egy kicsit, mert élvezem, megmondom őszintén. Aztán lassan úgyis vége a streamnek. In the embrace of Mesmer's flame. Of gold channel death in the embrace of Mesmer's flame. Ennyi, de már illet volna megszoknom ezt a
ezt a múlt. Még ez az ultia szerintem, legalábbis amit eddig láttam. Ennek a közep, annak a közepét nem tudom megoldani. A végét se sikerült. Igen. Ez. Ja nem, ez másik. Oké. Jó lenne, hogyha egy kicsit gyorsabb lennék. Of gold shall all meet death in the embrace of Mesmer's flame. Amúgy ez könnyebbnek tűnik, mint az a Rellana volt, ha emlékeztek. Persze... azt nem tudjuk, hogy van a second phase. Azonnal büntet. Oda megyek megütni párszor, és azonnal. Lehet, hogy csak nem jó ez a dual wield. Nem tudom. Azt láttátok?
van, akkor... Those stripped of the grace of gold shall all meet death in the embrace of Mesmer's flame. Kidodzsoltam azt a szart. Oké. Okay. Sikerült egyszer. Ez azt jelenti, hogy végigvittük a játékot. A Flame Drake talizmán szerintem semmit nem ér, megmondom őszintén. A tűzből rengeteg damage-et kapunk továbbra is. Nem tudom, hogy abból van-e itt plusz 3-as valahol. In the embrace of Mesmer's flame. Hát az a baj, hogy csak fire damage van. Tehát hogyha most csak átállok fire-re, akkor a physical damage-re semmim. De amúgy az az armor, ami rajtunk van, elég jó fire ellen. Tehát. Köszi Nevermind. Ez most már az örökké valóságnak is megmaradt. Phase 2 szövegét is meg kéne tanulni. Okay. Jó, valószínű korán vagyunk. Szerintem később kéne ide jönni majd. Még egyszer-kétszer megpróbáljuk, azt megyünk is. Szerintem picit korán vagyunk.
Hát korán vagyunk, hát nekem korán vagyunk, mert biztos lesz olyan majd, aki ilyen level 1, mindenféle level 1-es karddal, meg ököllel, meg ilyesmivel fogja legyőzni. De nekem korán vagyunk. Of gold shall all be dead in the embrace of Mesmer's flame. Mesmer's flame. Okay. Lehet, hogy a felszerelésen is kéne. Hát nem tudom. Gondolkodni kéne. Nem, csak sejteni, az a lényeg, hogy ezeket a bosszokat nyilván le lehet győzni ilyen level 1-jel is, meg mit tudom én. Hát YouTube tele van ilyenekkel, ilyen challenge runokkal. Csak hát nem mindenkinek van napi 12 órája videójátékkal játszani. Delay. Those stripped of the grace of gold shall all death in the embrace of. Na még egy, aztán megyünk. Amúgy nagyon jó, tényleg nagyon élvezetes ez a fight. Nagyon látványos. Meg kihívás. Pont most hoztál dinnyét. Jó, ez nem számít, akkor még egy. In the embrace of Mesmer's flame. Oké, okay. Na, tényleg itt megállunk, és folytatjuk majd a következő alkalommal, ami pontosan nem tudom mikor lesz, de okvetlenül. Nem biztos, hogy innen, mert szerintem akkor pár quest kimaradt, amit meg kéne csinálni, vagy valami kimaradt,
Úgyhogy szerintem a következő alkalommal felfedezni fogunk, aztán majd, amikor már minden fel van fedezve, akkor visszajövünk ide.